Kerékvárci Szabolcs, a DK elnökségének tagja van itt velünk a telefonban. Ön egy nyílt levelet intézett Rogán Antal 5. kerületi polgármesterhez. Nem lehetnek sikeresek azok a nemzetek, kezdődik a levél, amelyek nem képesek szembenézni múltjukkal és abból levonni a tanulságot. Magyarország a II. Világháborúban és a magyarországi zsidóság elpusztításában játszott szerepét, illetően a mai napig adós ezzel a szembenézéssel, írja a szabadságtéri emlékművel kapcsolatban, amelyről ma dönt az 5. kerületi önkormányzat, már mint hogy hozzájáruljon vagy sem. De hát ha jól látom, ez egy ilyen szokásos politikai vitává, nem is tudom, mi a jó szó rá, fajult. Most ők Dafke megmutatják, hogy az van, amit ők akarnak, nem? Jó reggelt kívánok! Soha ne adjuk fel, hogy akár barátaink, akár politikai ellenfeleink rendelkeznek némi lelkiismerettel. Azért jól emlékszünk arra, amikor 2012. decemberében a Kossuth téren egy tüntetésre Rogán Antal például azt mondta, hogy nem fogadhatjuk el, hogy mindannak dacára, ami az elmúlt 100 év alatt történt itt Kelet-Közép-Európában, és Magyarországon még mindig vannak olyanok, akik semmiből nem tanulnak. Meg azt is mondta, hogy személyes okok miatt nem tűrheti a szélsőjobbot, nem tűrheti, hogy felnövekvő gyermekeim, de Dániel és Áron lelkét a jövőben ilyen gondolatokkal mérgezzék. Na jó, de ők úgy gondolják, hogy ez nem egy, szélsőjobbos akció, amit csinálnak, hanem itt minden áldozatnak emléket állítunk, mondta talán a kormányzó. Igen, csak hogy ez a hazugság szimbóluma nagyobb rész, hogyha elhazudjuk a jövőt, akkor fogalmunk nincs, hogy a jelenben hogy állunk, vagy hol állunk, és nem tudjuk, hogy mi a helyes irány a jövőbe. Tehát ez egyáltalában nem pusztán az áldozatokról szól, az áldozatok meggyalázásáról, vagy emlékének meggyalázásáról is szól természetesen, de ez minden magyarról szól. Szóval ez nem egy-egy embercsoportról szól, ez mindnyájunkról, magyarokról szól. Ha nem mérjük fel azt, hogy mit tettünk a múltban, akár jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, akkor nincs is helyes iránytünk. Hát nyilván ezért ösztönzi kifejezetten különböző törvényekkel, meg alaptantervel, meg egyebekkel a kormánya Vasalbert és Tormai Cecil és Horthy szobrok felállítását és az ő kultuszukat, és nem nyúl vissza akár a két világháború közötti időszakban olyan példaképekhez, akik akár a szélsőséges ordas eszmék ellen küzdöttek, akár például Magyarország társadalmi felemelkedéséért. Hát sőt. Hát pontosan ellenkezőjét teszi. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mi történt a múltban, akkor hogyan várjuk el, hogy a gyerekeink normális országot építsenek, hiszen nem tudjuk nekik átadni azt, hogy mi a normalitás. Most pont ez történik, az egész kormányzati működés az elmúlt 4 évben pont erről szól, hazugságról, hamisságról, mellesleg egyfajta hatalmi önkényről, hogyha lehet ezt mondani, hiszen felállítani egy ilyen szobrot társadalmi elégedetlenség nyilvánvaló hatása ellenére, ez arról szól, hogy mi ezt is megtehetjük, arrogánsak vagyunk. De azért arról sem feledkezzünk meg, hogy hát azért itt van egy politikai szál is, ahogy ön is említette, hogy azért ez egy politikai kérdés is. Kinek használ? Nyilván a Fidesznek, meg a Fidesz által a szélső jobbnak tett gesztussal a Fidesz hatalmi törekvéseinek. Hát nyújjuk le úgymond, vagy szerezzük meg az új náci szavazatait, ezáltal is segítve a saját kormányzati szerepüket és választási győzelmüket. Ebben van egy nyers hatalmi érdek, ami annál gusztustalanabb, mivel emberéletekkel, meg emberek múltjával, tisztességével, becsületével játszik. Tehát ez mindenképpen gyomrot forgató, és ezt el kell utasítani, és mindent meg kell tenni a polgároknak, a politikusoknak, a közélet szereplőinek, és a szavazóknak végső soron, hogy jó helyre húzzák ezeket majd. Ez világos, most ha maradhatnánk ennél a szóvörügynél, hogy ma dönt a főváros, a 5. kerületi önkormányzat, én úgy feltételezem, hogy hozzá fog ehhez járulni. Na és akkor mi van? Ott fog állni ez a szobor, még jó sokszor el fogjuk mondani, hogy ez milyen csúnya dolog, de hát ez a történelem hamisítás, és mondjuk ilyen szempontból kisebb probléma, hogy gicsparádé, ez ott marad nekünk évtizedekre. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni megakadályozni, hogy ez oda kerüljön, ez az egyik kérdés. Hogyan? Kérdés. Tehát bízzuk azt a polgárok kreativitására, hogy ezt tisztességes, törvényes módon hogyan tiltakoznak. Nem szabad feladni a tiltakozást, nincsen olyan, hogy egy ilyet el lehet tűrni. Ezt megtanultuk a történelem során, a beletörődés az cinkosság
vállalását jelenti az ilyen elfogadhatatlan és ordas szándékokkal szemben. És van még egy dolog, április 6-án dönthetnek a polgárok. Április 6-án el kell menni, dönteni kell, és a DK arra kötelezettséget vállal, hogy ezt a Nagytétényi Szoborparkba paterolja el ezt a szobrot, és oda teszi az önkényuralmi jelképek műalkotások mellé. Lehet, hogy rögtön már ott kéne felépíteni. Lehet, hogy már rögtön ott kéne felépíteni. Én is azt gondoltam, csak azért 300 millió vagy 200 valahány millió forintot elkölteni, az meg még egy arcú csapás a pluszban az adófizetőknek. Tehát itt sokszoros bűnt követel a Fidesz, és Rogán Antal is egyébként. Tehát ahogy ő 2012. decemberében a gyerekeire meg személyes okokra hivatkozott, úgy én is appellálok az ő személyes lelkiismeretére. Nem adom fel, hogy neki is van ilyen, meg a fideszeseknek is van ilyen. Ez nem nagyon derült ki eddig, de hát adjunk még egy esélyt, hogy ez hátha kiderül. Köszönöm szépen Kerik Bárci Szabolcsnak, a DK elnöksége tagjának. Viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm.